csoki mesternek nem lehet tanulni ugye az általános iskola után, viszont cukrásznak igen. Elkezdtem már ilyen 10 évesen otthon gyártani a sütiket, hogy minél többet ehessek, süteményekből, pudingokból. Anyukámék arra gondoltak, hogy hát akkor, hogy ennyire szeretem az édességeket csinálni is, meg fogyasztani is, hát akkor menjek cukrásznak. Mikor megjelent a Csokoládé című film, akkor mindenki csokoládét szeretett volna gyártani, és nem szerencsém volt, hogy egy nagyobb cégnél, Magyarország legnagyobb cégénél megtanulhattam a csokoládéval bánni és csokoládékat készíteni. A csokoládégében található a 45 fokos csoki, a gyerekekkel együtt itt az asztalon előkristályosítjuk. Úgy, azaz, le fogjuk hűteni 30-32 fokra. Hát ez már 26, szóval hát ezt már egy picit hűtöttük, de semmi probléma, mert itt a 45 fokos csokink 20%-ban. És utána a gyerekekkel közösen elkészítünk egy ilyen kis táblás csokit. Ez egy tudományág tulajdonképpen, mert ugye a kakaóvaj az egy fantasztikus zsíradék. Ugye 6 kristály szerkezete van a kakaóvajnak, és ezek közül nekünk a béta kristály szerkezet, amivel ki tudjuk alakítani ezt a szép fényes felületet, fényes, roppanós felületet. Utána pedig egy narancsos trüffelt fogunk elkészíteni, ott a mögöttem található rácson fogjuk ugye borzolni. Csöppentem bele a csokoládé gyártásba, és akkor lettem tulajdonképpen csokoládémester.